Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit tükröz ő most számodra? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. Itt a 6-os szám jelenti a múltját, de ő hátat fordít ennek. Előre mennek az események, de még minden olyan sötét, nem tudja, hogy hova fog érkezni. És ez kivált nála bizonytalanságokat, amit ő szeretne, hogy legyenek változások. A te jelenlegi helyzetedre itt ez a kártya utal. Itt az érmék jelentik az anyagi helyzetedet, vagy a munkádat, a hivatásodat, de jelentik a belső értékeket is. Ahogy látod a képen, itt van egy alak, aki figyelget téged. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is. És olyan, minthogyha ő lenne itt a mester, és te lennél a diák, így bánik veled. Mert kicsinyíteni akar tégedet. Holott te nem a diák vagy, hanem te vagy a mester, hiszen itt van ez a mesteri alkotás. És ez a személy, aki olyan kíváncsi, és így figyelget téged, sokkal rosszabb, mint te vagy. Tehát ne hagyd az, hogy valaki elbizonytalanítson téged. Akár a munkahelyeden, akár egy olyan helyzetben, ahol a te értékeidről van szó. Ez a kép itt középen jelenti azt, mi történik, mi az, ami összefűz benneteket. Itt látható ez a férfi, ezen a fehér paripán közeledik hozzád. Nem jön üres kézzel, hiszen átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet. És az jelenti az ő érzelmeit, kimutatja az érzelmeit. Sőt, ha megnézzük itt a kártyákat középen, ami mindazt jelenti, ami most a közeljövőben történik, ami összefűz benneteket, mindenütt a kelyhek láthatóak. Tehát itt megvan a szerelem részéről is. És most megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Ez itt látható a képen, újra a 6-os szám, ahol vannak emlékek a múltból, de nála lesz egy új irány, ami itt is látható, itt is. Ezen a fehér paripán ül, közeledik hozzád, de vannak elvárásai, hiszen szeretné azt, ha ő győzne, ha megkapná az elismerést. És a te gondolataid itt látható ezen a képen, a 2-es szám az utal a párkapcsolatra, rád és őre. A munkahelyet illetően jelenthet szerződéseket. Te egy új irányba tekintesz, ott van előtted a hold és a nap, tehát a férfias és a nőies kisugárzás, ez a vonzalom és ez a belső egyensúly. Amit ez a kép még jelent, hogy tervezel valamit, hogy legyen egy új kezdet, egy új irány, amit együtt fogtok elérni. És ami összefűz benneteket, itt a 7-es szám utal a hold energiájára, és az jelenti az ő álmait, az ő vágyait, az ő elképzeléseit és a reményt. Itt vannak a kelyhek, ezek utalnak érzelmekre, és ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt középen az álmaiban. És most megnézzük az ő érzelmeit. Itt láthatóak a botok, ami jelenti a tűz elemét, az ő bátorságát, a lelkesedését, a testi kapcsolatot. Itt lesz veled együtt egy új irány.
A te érzelmeid itt láthatóak, a kelyhek jelentik az érzelmeket. Ez a férfi itt magasan áll, tehát feltekintesz rá. Itt van ez a ház, ami jelenthet egy közös otthon, vagy hogy itt kiépül valami kettőtök között, és itt középen ez a kép a 10-es számot jelenti, az utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt a kelyhek az érzelmeket jelentik, és a képen látható ez a szerelmes pár, tehát ez a szerelem, ami összefűz benneteket. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám.